Una Bhakti Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Elkezdjünk, mert nem szabad nagyon csúszni az időkből, és már úgyis, jó napot, úgyis már csúsztattunk 7 percet, és nem baj, elkezdjünk. Indiáról lesz szó. És hát gondolom, sokféle dolgot lehetett hallani Indiáról, mint egy érdekes hely. Én szeretnék, ami mai beszélgetésünk lenne, ez egy kicsit más szemszögből fogunk nézni Indiáról, nem mint csak egy turisztikai hely, hanem megnézünk Indiának kulisza mögött. Mert vannak ott olyan érdekességek, ami nálunk nyugati világban már eltűnt. Itt is volt valami, de régóta eltűnt, már mondhatjuk, valaminek nyoma sincs. De Indiában még vannak, mondjuk valami még eléggé jól, de valami már így majdnem eltűnt. Valamint az ott is eltűnt, és akkor megnézzünk, mert érdekes az egész ország. Elsősorban, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy először nézzünk a mi világunkat, ahol mi most élünk nyugati világban, mert az India és a nyugati világ között, én nem is fogok Indiáról beszélni, mindjárt fognak látni, hogy én melyik Indiáról fogok beszélni. De kezdjünk a mi világunkkal. Nálunk most a világban az a fő terv, mondjuk így, vagy stratégia, hogy ember sose legyen elégedett. Szóval itt úgy van felépítve a mi világunk, hogy önök között ne legyen sose elégedett. Ez nyilvánvaló, miért ez kell? Mert akkor tudjuk menni vásárolni. Akkor azok lesznek elégedetek, akiket mi, akitől vásároljunk. Ugye rohangáljuk, megyünk. India pedig máshogyan fel volt építve, ezért még mindig vannak ilyen maradványai, hogy ott arra építették az életüket, hogy elégedett legyen azzal, ami van. Mielőtt neki megyünk tovább, Indiába. 2014-ben hát többször voltam Indiában, egyik alkalommal volt 2014, és ott mentem egy nagyon szép parkon, volt egy fém kerítés, és ez a kerítés festés alatt volt. És néztem, kik festenek a kerítést, látom egy fiatal úr, és hogyan fest? Rongyal. Ilyen kis rongy, bele mártja rongyot a, hogy hívjákban, festékbe, és azzal festőkerítést. Akkor értettem, hogy a praktikernek, óbinak semmi esélye nincs Indiába. Mert ember elégedett, van régi ruha, most minek venni egy ecsetet, kifesteni, utána ott bele fog száradni a festékbe, ami mindenkinek otthon biztos van egy pár ilyen. Nekik ilyen nincs. Aztán megnéztem a nálunk ezek olyan, ami ilyen érdekességek, a bicikli. Láttam a biciklit, ami itt nálunk vannak. Hát Magyarországon az még gyenge biciklibe. Hogyha elmegyünk Ausztriába, még egy kicsit arra, aztán ott nagyon komoly biciklik vannak. De Indiában egyszer olyan helyen voltam. Elkezdtünk, nem baj? Jó? Oké, köszönöm. Jó, nem baj. Szerintem mindenki megérkezett. Igen, akkor üdvözlöm. Köszönjük. És akkor elnézést, hogy csak így beestem, de
pessimista voltam, és nem gondoltam, hogy tényleg ennyire rájönnek ebben a rossz időben, úgyhogy szerintem nekem is módosítanom kell itt a saját magam beállításán, optimistabbnak kell lennem a jövőben. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor... Jó, köszönjük szépen! A másik, hogy amit láttam, most már így látom, hogy nekem kell egy... Emlékszem, csak közben gondolkozok, hogy időben legyek, kész. Nagyon sok kép, mert ma kiírás kevés lesz, csak mennek a képek, és én közben mesélek az Indiának a érdekességéről, de a biciklivel pont volt egy ilyen pillanat, vagy perc, ahol állt két bicikli. Egy bicikli, ami biztos 150-200 éves, és vadi új bicikli. És képzeljetek el, vagy képzeljenek el, elnézést, hogy mind a kettő ugyanolyan. Semmi változó. Ugyanolyan a féke, ugyanolyan a váza, ugyanolyan a festése, minden ugyanúgy. Ami 200 év ezelőtt volt, ugyanolyan bicikli. Nem kell kitalálni még valami, még elégedetek. Elégedettség, nyugalom, békesség, stabilitás, boldogság. Ez a lényeg az Indiába, és ezért mi most olyan Indiáról beszélünk, mert szó, vagy olyan ország, mint India nem létezett. Most se létezik. A India, ami most Indiának neveznek, ez egy folyó mögött volt. Szindi. És volt egy nép, aki mondta, azok, akik ott élnek, ők a Szindi mögött élnek. De ők nem tudták S-betűt kimondani, és ők mondták a folyóra hindi. És akkor mondták, aki a hindi mögött élnek, a túloldalon, a hindin. És ez volt a hindi, hinduizmus, India. De valóságban az Indiának mai napig is bármilyen indiát, hogyha indiaiat megkérdezünk, hogy mondd meg nekem most igazi megnevezést a te országodnak, akkor ezt fog mondani, Bharata Varsha. Ez a neve. Mit jelent, hogy Bharata Varsha? Ez egy szanszkrit megnevezés. Bá szó azt jelenti, hogy fény. Azt jelenti, hogy azok az emberek, akik úgy élnek, olyan társadalom, olyan kultúrájuk van, amin a fény az a tudás, ami adja embernek tudás, hogy kell élni, hogy kell boldog lenni, hogy a fényre menjenek az emberek, hogy legyen elkölcsös életük. És úgy is neveznek, hogy a Bharata Varsha és a kultúra, mert van, mit jelent, hogy kultúra? Kultúra ez az, ami kultivál minket bizonyos cselekvésekre. És valakinek kultúrája arrogáns, akkor kultiválva lesz így viselkedni. Hogy valakinek a kultúrája a szeretet, vagy morális erkölcsi elvek, akkor ő kultiválva lesz arra, hogy betartson ezeket. Szóval ez a India, vagy az a Bharata Varsha, ez a, és a kultúrát, amit néha engem is lehet látni, hogy nehogy legyen utána, várj, mesélsz Indiába, de ott sem voltál. Lehet így is, ugye? Voltam párszor, többször voltam, négyszer. Nem sok, négyszer csak. És itt is lehet látni, nagy mai napig lehet látni, hogy a hölgyek így visznek dolgokat haza, vizet, vagy bármi más. Voltam egy építkezésnél, most tavaly előtt, nincsen daru. Egy emeletes házat építenek daru nélkül. A fejükön a maltert, mindenféle dolgokat, betont, amit kevernek, raknak, edényem, mint a hangyák, és akkor nagyon gyorsan épül. Nem probléma. Nem. És nagyon szép házok épülnek. Hát ott, én mindjárt fogok mutatni, hát ez is már minimum 500 éves épület. Ez. Szóval ott nagyon komoly építkezések vannak, van több ezer éves épületek, és úgy, hogy már utolsó három év alatt nem volt felújítva. És még állnak az épületek. Van sok minden. Akkor nézzünk, hogy hogyan ez a védikus kultúra, ami maradványai vannak mai nap. Nagyon sok menekül indiai ide nyugatra keresnek ők is
izgalmat, akarnak elveszíteni a békességet, nyugalmat és tudást, és akkor rohannak nyugatra, ahol ez van, hogy legyen elégedetlen. De akik ott maradtak élnek, nagyon sokan még mindig követnek ezeket az elveket, amit fogok nektek tovább mutatni. Az elvek már a gyerekkorától történnek, mert a kis gyerekeket is tanítják. Már a szülő, mivel szülő elégedett, a szülő követi morális erkölcsi elveket, és akkor a kisgyerekek is így kapnak mondjuk anya tejjel ezeket a csodálatos elveket, ami hát egy nagyon komoly tudással is rendelkezik, és ott ebben a kultúrában a nevelés vagy oktatás, az nem információ felhalmozás, hanem tudat megváltoztatása, vagy tudat kialakítása. Mert attól, hogy engem hogy nevelnek gyerekkoromba, milyen tudást adnak, milyen tulajdonságokat segítenek nekem fejleszteni, az egész felnőtt életemnek a sikere ezen fog múlni. Most elmondom egy érdekes történetet, egy ilyen kutatást, ami Amerikában végezték gyerekekkel, hogyha már gyerekekről beszéljünk. 60-es évek közepén volt egy ilyen kutatás gyerekekkel, szerintem Michel kutató volt, nem biztos vagyok benne, de lényeg, hogy az volt az egésznek a kutatása, hogy gyerekeket, 5-6 éves gyerekeket összeszedték, és mindenkinek adtak egy cukorkát. És mondták, hogyha akarod, megehetsz, de hogyha 20 percet megvárod, itt van a kezedben, bármikor mehetsz, de hogyha várod 20 percet, akkor kapsz ajándékot. És akkor odaadták gyerekeknek, valaki megvárta, valaki nem várta, de itt nem volt vége a kutatásnak, hanem kutatás 20 éven keresztül történt. És milyen eredmény volt, hogy 20 év múlva kiderült, hogy azok a gyerekek, mindegyik, aki megette rögtön, kevésbé sikeresek voltak életükben mindenféle téren. Azok, akik megvárták, akik magyarul fegyelmeztek magukat, tudták fegyelmezni érzékeket, ingereket, azok nagyon nagy sikeresek voltak sok-sok téren. Mert nem csak, hogy lehet egészség, pénz, kapcsolatok, annyi sok mindenben lehet. És ez a védikus kultúra már gyerekkortól szeretettel tanítja ezt a fegyelmezés. Nem rohanni, rögtön hisztizni, ezt akarok, ezt kell nekem, hanem próbáld meg uralkodni saját magadon, mert ha te tudsz uralkodni, akkor kevesebb bajod lesz az életedbe. Mert általában azért, mivel minden engedve van gyereknek, most azt gondolják sokszor a szülők, hogy hát nekem nem volt az én gyerekkoromban, akkor neki legyen, és minden van, akkor tudjunk, mik az eredmények. Sokszor valaki 30 éves korában még a szülőházában lakik, számítógéppel él, vagy alkoholista lett, annyi sok minden. Ez érdekes kép. Gyorsan kell csinálnom, mert sok anyag van. Ez egy ismerősöm, de hogyan lett ismerősöm? Sétáltam, egy nagyon pici, hát fele, nem, szerintem ez az utca, ilyen innen, idáig, ez az utca. Mentem egy utcán, egyik városba, és pont az út szélén, ez az út kapuja, állt ez a férfi. És mikor meglátta engem, ugyanebben ruhában voltam, megállt, rögtön köszönt, és már könnyezett a szem, és azt mondta, szeretnék meghívni, legyél vendégem. Na, próbáljuk meg most, kimegyünk Szolnokon belvárosban, valakit meghívjunk vendégeim. és akkor én, és ennyire
őszintén ezt megmondta, hogy én teljesen el voltam varázsolva. De mennem kellett egy időpontra, és akkor, és látom, hogy most, hogyha megmondom neki, hogy nem megyek, meg fogok sérteni. Mondtam neki, hát most el kell mennem, és nagyon boldog vagyok, hogy meghívtál, jövök. Hogyha megengeded, 2 óra múlva jövök. Biztos jössz? Akkor 2 óra múlva, szóval még kellett pár percig megnyugtatni, hogy biztos jövök. Jövök visszafele, és mikor találkoztunk, olyan boldog volt. Nagyon egyszerű lakások, hát lakások, beton padló, egy szoba, hát mondjuk így, hogy innen kezdődik. Igen, kb. Mint a könyves polc, kicsit lehet picit szélesebb, ekkora szoba, és nagy fa ágy, fa, sima fa deszkákból van egy ágy. Szerintem nincs is matra, mert napközben elrakják. Szerintem nincs is takaró, de napközben van, csak nincs semmi, nincs csak egy fa. És akkor az bevét, ez a nappaliuk egyszerre, nappali, meg a hálószoba, minden. Leültünk. Olyan boldog ember volt, és akkor egy kicsit, ő angolul alig tudott, én sem tudok túl nagyon angolul túl sokat, de kommunikáltunk, és olyan boldog volt, és látszódott, hogy ő még mindig valamit szeretne. És szóval ezek a személyek, ez a kultúra, hogy boldog legyek, akkor leszek boldog, mikor te vagy boldog. Ez a kultúrájuk. És akkor nagyon boldog volt, hogy bementünk, még barátom is volt, mi ketten voltunk. Utána mondja, nem, egy kicsit várta, látszik, hogy nem tudja, hogy kérdezzen meg, de mondta, hát van nekem egy tehenem, nem innál meg egy pohár tejet. És akkor tudom, hogy most nagyon lelkesen kell válaszolni. Persze, igen, mert csak akkor boldog lesz. Én mondom, te, van tehened? Igen, dehogy is. Persze, szeretnék egy pohár tejet. És nagyon boldog volt, hozta tejet. Beszélgessünk, látom még mindig valamit nagyon, nagyon fél kérdezni. És mondja, esetleg meg ebédelnétek nálam? Mondom, persze, hogyne, nálatok lehet ebédelni? Hát ez az én álmom volt. De tényleg álmom volt, mert én akartam egy ilyen tradicionális családba enni. Mert az, ami szeretettel főznek, az nagyon-nagyon fontos és nagyon egészséges minden szinten, a tudat szinten, test szinten. Szóval én pont reggel Istenhez imádkoztam, hogy szeretnék egyszer egy ilyen családnál enni, és tessék, találkoztunk. És akkor felesége főzött, leültette minket, és akkor ő felszolgálta. És annyira boldog volt, és mondta, jöztek még? Még jövök. Szóval majd legközelebb megyek oda, akkor megint megyek hozzájuk. Szóval ez a tradíció. És erre nevelnek a gyerekeket. Ez a védikus tradíció, ez a neve, ahol rögtön tanítják, hogy fegyelmezd magad, mert a boldogság nem az egoizmustól van. Szombathelyen most belvárosba sétáltam, ott van egy bolt, ki van írva? Egoist. Az már azt jelenti, hogy ki ott vásárol, sose lesz boldog. Egoist nem lesz boldog sose. Rendben, haladunk tovább. És természetesen van nagyon, nagyon sok csodálatos, mint a természet, épületek vannak, ez pont egy szent folyó. Hát van a Ganges, mindenki tudja, hogy lesz pár kép róla, akkor van. Ez Jalangi, ez a Ganges-szel egy pár erre megy, és akkor majd ott összetorkolik egymásba. Ilyen munkás állatok vannak ott, nagyon jól dolgoznak velük. És természetesen ott, még hogyha az házasság van, akkor van a gyerekkor, ahol már anyatejjel tanítják elégedettségre, elfogadásra, szeretetre. Ugyanúgy az esküvő ceremóniák, ez egy szent élmény. Ott ez egy szent házasság. Hát nagyon nagy családok vannak. Van olyan, mikor mondják, hát csak a közeli kört hívtunk, és akkor 200-an voltak csak az anya oldalán. És akkor még 250-en az apa oldalról, de mi nem tudtunk mindenkit meghívni, mert mi szegények vagyunk. De a lényeg, hogy
Ott nagyon sok áldással jár tűzceremónia, amikor házasodnak. Azért van ez, hogy ott is kapjanak ezt a lelki benyomást, hogy a házasság ez egy szent. És ott kell, ott történik elfogadás, hogy én elfogadom férjemet olyan, milyen van, én elfogadom feleségemet olyan, milyen van, és szeretni fogok végig, ameddig kell. És mi együtt fogunk szolgálni mindenkit. Mai napig kisebb-nagyobb falvakban, amikor megfőzték az ebédet, a család nem esznek, kiáll az utca vagy a ház ajtajába, és kiabálja, aki éhes, jöjjön. Hogyha nem jön, akkor nem akar enni a család. És miután megetették legalább pár vendéget, akkor a család eszik. Elégedettség. Aztán van ilyen kis érdekes tűzoltóság, gondoltam egy pár ilyen képet is mutatom, még sose látom, motor, tűzoltó motor, így fel van így szerelve dolgokkal, szóval praktikosság. Vannak nagyon jó erdők, voltunk egy ilyen banános erdőben, és én sose tudtam, hogy láttam csak boltba banánokat is ettem, de és nagyon akartam elmenni megnézni, mik ezek a banánok, és kiderült, hogy banán, amit itt látjunk, a banán csokor, hogy mondják? Fűzér. Az, mind a kettő. Fűrt, fűzér, fűrt, minden, minden jó. Ez a, egy ilyen, ez is, szóval van egy banán virág. És a virágnak vannak az ilyen kis pálcikák, hogy hívják magyarul ilyen minden virágban? Ha? Azok. Na, ezek azok a banánok. Amikor már elvirágzik, akkor lesz termés banán. Ez így érdekes. És akkor a zöld banánról is főznek nagyon finom ilyen sós ételeket, mert virágból is szokták csinálni nagyon-nagyon finom ételeket. Oké, akkor most megyünk a Gangeshez. Nézzünk itt. Aha, jó, időben vagyunk. És ez a kultúra és elégedettség, hát nagyon nagy tömegek vannak Indiában. Ki járt Indiában? Aha, jó. Nagy tömegek vannak, ott nem kell. Ilyen előadás, itt nem fértünk volna el. Ott szerintem le kellett volna szedni ablakokat, meg lebontani a plafont, mert annyian jönnének. Nyitottak. Ez az elégedettség, ez egy nagyon nagy nyitottság. Szóval emberek nagyon nyitottak, nagyon kommunikatívek, nagyon segítőkészek. De azért lehetséges ez minden, mert a védikus kultúra nagyon istencentrikus volt. Mert végül azt tanítják, hogy minden javat, amit használunk, az Istentől kaptunk, és nagyon hálás kell lenni. Ezért sokan jönnek a Gangeshre, mert Ganges, mindenki gondolom, nincsen olyan, ki nem hallott a Gangeshről, mint egy szent folyóról, és egyébként nincsen a Földön kezdeten Gangesnek, itt van másféle csatornák az univerzumban, és az egész univerzumon át megy a Ganges. Szóval a Gangesnek nem lehet talán itt a forrás. Nincs forrás a Földön, hanem máshogyan jön le ide. Ezért nagy szent, és a szentírások is írják, hogy akár ilyen zavaros a Ganges, habos, vagy bármilyen sok-sok szemét van, az nem zavarja meg a szent tisztaságot a Gangesnek. Ezért nagyon sokan mennek oda, és mindenféle, például, hogyha fürdés valaki vesz a Gangesbe, akkor ő megtisztul a bűneitől. És ezért Indiában ez egy alapvető dolog. Mikor utoljára voltam, ott is mentek reggel, este, jönnek, van egy hely, ahol fürödnek, és akkor csak mennek, és mennek, és mennek, és mennek. Ez. Aztán van más dolog, amit ide tartozik, hogy mivel ez egy istencentrikus, hát Indiában van
többféle, hát ő nagyon nagy megőrző titkozatos tudásnak. A jóga az onnan jön. Meg a buddhisták is Indiából származnak. Körülbelül 2500 éve ezelőtt akkor jöttek a Tibetbe. De ők Indiából származnak, ott mert Buddha ott volt. És hát Indiából inkább Bharatavarsa, kicsit nagyobb volt a terület, ugye Pakisztán is oda tartozott, meg sok minden terület a földön is tartozott a Bharatavarsához. És például ott vannak, hát sokan hallották a sivaitákról, ki hallott a sivaitákról? Sivát imádnak, ugye? Van olyan, akkor van a buddhista, akkor van olyan filozófiájuk egyik része, hogy Isten ez egy ragyogás, vagy személytelen, hogy hívják, személytelen felfogás Istenről. Valahol azt mondják, hogy minden Isten, egész világisten. Nagyon sok ilyen titokozatos tudás van, és van egy ilyen a legmagasabb szintű, amelyik megmagyarázza az egészet. És akkor azt mondja, hogy ragyogás van, mint a minden embernek van aurája, ki már hallott auráról. Ez a mi ragyogásunk. De amúgy mi csak megszoktunk, de mi mindannyian úgyis ragyogunk, lehet látni, amikor egy halott ember fekszik, és mellett áll egy élő, akkor lehet látni, nem ragyog. Szóval nekünk van ragyogás, csak mi, mivel mi nem a halottak között vagyunk, hanem élők között, megszoktunk. És ugyanúgy Istennek is van ragyogása. Ami, de mi ragyogásunk, ez nem mi vagyunk, ez a mi jelenni létének a egyik szimptoma. Szóval ugyanúgy Istenről ragyogás, az egy csak egy szimptoma, hogy van Isten. De ez még nem maga Isten, a fény. Akkor van egy másik, hogy az anyagi világ Isten, és akkor a védikus tudomány magyarázza, nem, meg igen. Nem Isten azért, mert ettől még Isten külön van, mint személy, de a világ külön van Istentől, de ugyanakkor Isten. Hogyan? Mert az anyagi világ, ez a Istennek az energiája. És mivel ez az ő energiája, akkor mondhatjunk ő, de mondhatjuk nem, mert ő nem, mert attól, hogy megvan a világ, Isten meg, nem szűnt meg létezni. Ő mindig marad külön, és úgy mondják, hogy Istenség legfelsőbb személyisége. Szóval mindig személy. És Indiában nagyon tisztán vannak ezzel. Az a tudás, ami megvan őrizve Indiában, ezt nagyon tisztán értenek, hogy ki Isten. Ott van olyan írások, ahol le is írják, hogy hogy néz ki Isten, mit csinál, és így tovább. Hogyan öltözik például. Azt írják, hogy farmerbe biztos nem jár Isten. Ez nem ő találta ki. És van például ez a templom, ami mögöttem van, ez 500 éves. 7 emeletes volt, ennyi maradt belőle, kőből faragott, de olyan nagy templom volt. Govindaji templom, ez egy szentváros, majd fogok beszélni erről a szentvárosról végén egy kicsit, de szeretnék mutatni, hogy ott ez a, mivel Isten a forrás a tudásnak, az a kultúra, amelyekről most beszéltem, hogy elégedett lenni, szeretni másokat, nyitott lenni, önfegyelmezett lenni, ez, meg ott van megértés, hogy én lélek vagyok. Hogyha gyerekkortól tanították, hogy te lélek vagy, nem vagy ez a test. Ebben az esetben egy gyerek, amikor felnőtt lesz, hogy tudja, mit kell csinálni. Mivel nekünk teljesen ki van húzva oktatásból, egyáltalán nem tanítják, hogy ki vagyunk mi, most már nem egyértelmű sok embernek, hogy ő férfi vagy nő. Hát Németországban járt valaki? Nemrég? Németországban, iskolában most úgy írják, szülő egy, szülő kettő. Ez már nem tiszta, fiú vagy lány. És ez nagyon veszélyes. Szóval
hogyha te ezen a, még a testtel kapcsolatban nem vagy biztos, te férfi vagy, vagy nő vagy, akkor hogyan leszel biztos, hogy lélek vagy, vagy test vagy? Szóval egyre jobban, miben áll távolabb vagy az igazi tudástól, annál kevesebb esélyed van boldog lenni, elégedett lenni. Mert nem, vagy, nem tudod, ki vagy te. És kell tudni, és ezért a India ezzel kezdődik. Tanulj meg, hogy te ki vagy. És akkor tudod, mit kell csinálnod, mire van szükséged, és akkor te tudsz lenni boldog, tudsz lenni elégedett. Mert ez nem úgy, hogy tükörbe állok, és akkor elégedett vagyok, elégedett vagyok, elégedett vagyok, elégedett vagyok. Ez így nem működik. Ez tudás és gyakorlatok. És mivel van ez a kultúra, ez a tudás, akkor ők tudják, tudásnak a forrása, mert akkor kérdezi ember, de honnan van ez a tudás? Ki találta ki? Senki nem találta ki, hanem Istentől származik. Mit jelent ez a tudás, ez a védikus tudás? Ez azt jelenti, hogy mint mikor mi veszünk új mosógépet, akkor hozzá van használati leírás, másképp nem tudjunk használni, mennyire bonyolultabb. Hogy a régen volt egy gomb, ami tik-tik-tik-tik-tik visszafele ketyeget, én nem emlékszem, így ilyen föntről kellett bedobni, letakarni egy ilyen, hogy hívják, még kicsi voltam, nálunk anyukám használta. Még külön centrifugát kellett venni. De mostani mosógép leírás nélkül nem működik. Ugyanúgy, ahhoz, hogy ezzel a testtel éljünk boldogan, ahhoz kell tudás, ahhoz kell használati utasítás. És a védikus tudomány, vagy írások, vagy tudás, az arról szól. És akkor én tudok használni. Ezért, mivel ők tudják, hogy minden Istentől kaptunk, akkor ők nagyon-nagyon istencentrikus, és nagyon akarnak meghálálni. Ezért rengeteg templom van. Ott nagyon-nagyon sok ember jár templomba, nem csak vasárnap, vagy amikor meghalt valaki, vagy házasodik, hanem reggel és este. Az a ismerős, akiről korábban képet mutattam, ő mondta, hogy én már reggel szaladok templomba, és utána munka után gyorsan 6-kor este megint szaladok, és én direkt akar, bementem egy templomba, nem lesz ez a kép erről a templomról, és én minden este mentem, és néztem, hogy hogyan csinálnak ezek a személyek. Dolgoznak egész napot, nincsen, hogy 8-ig dolgozok, annyi dolgozok, amely kell. Az lehet 10 óra, 20 óra, de este úgy fel vannak öltözve, mint a legnagyobb ünnepségre mennek, mondjuk az elnök fogadja minket ebédre, magyar köztársasági elnök, akkor nem megyek a munkás olajos ruhába, vagy miben, hanem felveszem a legjobbat. És olyan szépen megfürödnek, és jönnek templomba, és úgy viselkednek, mintha még sose voltak. Olyan lelkesek. Ez a kapcsolat Istennel, ez hihetetlen élő. És ez a Indiában ezt kell látni, igaz? Azért kell menni, ami nincs nálunk. Persze van olyan kis szemét is, ami nálunk nincs, de már nálunk is van, aki tengerpartján él, ott már van szemét. De ott ezért Indiába, hogyha megy, akkor meg kell kérdezni szakértőket, hogy mi az, ami hasznos, hogy menjek Indiába. Mert nem csak általában Taj Mahal. De Taj Mahal, ez egy híres, ez nem is templom, ez egy sír. Egyik fejedelemnek, nagyon nyugodtan. Egyik fejedelemnek a felesége meghalt, és akkor építetett sírt neki. Ez nem nagy érték, csodálatosan néz ki, nagyon szívesen, de ezek a kultúrák, ami van, ami boldogat teszi embert, na ez ami érték Indiába. És akkor lehet látni, emberbarátok, jöttek, van többféle majomfajta, ez egy ilyen nyugodt majom, nagyon szépen tud viselkedni, emberek közé ülnek, lehet így etetni, akkor esznek, és akkor mindjárt a következő képben lehet látni, hogy ez a család már ment volna el, de a majom úgy ül, hogy ide rakta a kezét a táskára, ők nagyon erősek azért, hát kb. Ilyen magas, de lehet, hogy 10-szer erősebb, mint egy ember, biztos. És azért így már mentek volna, de látták ott a kéz, akkor
Hát várni kellett, hogy mikor a majom elmegy onnan. Hát nem lopott, vannak kisebb majmok, ők lopnak. Nekem a barátom vitte ilyen vendégeket egyik Vrindavan városban, majd mutatom, és mondja, na itt ezen a helyen nagyon vigyáztok, itt majmok lopnak szemüveget, tavaly pont ezen a helyen tőlem ellopták a szemüvegemet. Befejezte a mondatot, hogy ellopták a következőt. Szóval ez a majmok, és na itt lesz, na igen, ez még az, itt van a következő majom, na ezek, ez már másik város, az a Bengália volt, amit most mutattam, ez pedig egy kicsit más, ez a Vrindavan város. Na ezek a fajta, ezek a majmok, ők lopnak. De velük lehet barátkozni, lehet venni kenyeret, ők kenyeret nagyon szeretik, és akkor eljön ilyen 100 valamennyi majom, és akkor lehet őket megetetni, akkor elégedett lesznek, ők is éreztek, hogy te most nem csak félsz, hogy tőlem valamit elvisznek, hanem adsz. És rögtön felépül a kapcsolat. És hogyha vannak olyan helyek, ahol ők nagyon támadnak. De hogyha te belépsz oda, hogy most nem itt vagyok, itt az ember, a világúra vagyok én, a teremtésnek a csúcsa, a gazda a világnak, hanem én vendégségben vagyok, ti vagytok a majmok, ti vagytok itt a házi gazdák, én a vendégetek vagyok, akkor nem bántanak. Leteszteltem, mentem így. És akkor így nagyon szűk helyen, és nagyon sok majom volt, és akkor csak gondoltam, igen, ti vagytok itt a főnökök, én vendég vagyok. És akkor egyáltalán nem semmi. De a másokat tudták, szokták támadni. Szóval így történnek a Indiában dolgok. Vannak, még egy kicsit dél-indiai templomot megmutatom, nagyon csodálatos, szép. Hát ezt se építették gépekkel, ez mind kézzel építették. Ezek ilyen 2000, 2500, 3000, 4000 éves templomok. Nagyon szép, és nagyon sok ilyen ceremóniát végeznek. Ilyen tüzet ajánlanak. A tűz, ez az Istennek egyik energia, ami által mi nem tudjunk se megemészteni, se megfőzni, semmi. Látni se tudjuk, hogyha nincs tűz. Ez egy nagyon fontos, és akkor szokták így ajánlani vissza, hogy mit csinálnak, mit kell Istennek, Istennek nem kell semmi, de a szeretetre van szükség, és Indiában úgy imádják a Istent, hogy ajánlanak neki tüzet, vagy ajánlanak neki füstölőt, az a levegőt, mert mi kapunk levegőt, visszaajánljuk neki, akkor virágot szoktak ajánlani, ami földanyát képvisel, mert földanya, ő is illatos, virág képviselő földanyát, ez az illat. Így szokták imádni. Nagyon jó időben vagyunk, itt halandzsázok gyorsan. Még egy másik város, most akkor Dél-Indiából átmegyünk a megint Vrindavanba, mert le van írva, hogy az Indiának a értékes helyek, ahova érdemes látogatni, úgy neveznek, hogy tirták, vagy dáma. Ez azt jelenti, az a hely, ami egy lelki energiával átított város, vagy falu, vagy csak egy hely. Hát ahogy szokták itt a nyugati világban mondani, időkapók, mert mindenki szeretjön valami átlépni az időbe, vagy valamit. Vannak ilyenek a Földön, és Indiában is vannak, ezek a tirták, vagy a dámák. Hogyha mi egyszerűsítsünk a mi nyugati nyelven, akkor mi úgy szoktunk mondani, hogy szent hely, és azok a helyek, ahol meg lehet tapasztalni más valóságokat, más realitását, más energiákat, az bárki oda megy, az fog kapni élményt. Ezért India ezzel gazdag, nagyon. És hogyha India, akkor azért kell oda menni. Vannak ott szép épületek is, ugyanazokon a helyeken is, nagyon csodálatos, és mindig titkozatos, hogy hogyan építették. Vannak, most nem raktam ide egy ilyen templomot,
amelyiknek a tetején nem tudom hány száz tonnás a ilyen, ilyen kis koronája van, egy darab kőből. Hogy ezt hogy rakták fel 5000 év ezelőtt, azt nem tudja senki mai napig. Mint a piramisokról se tudják, hogy volt egyiptomi piramis felépítve, ugyanúgy, mert kultúra létezett, és létezett tiszta és magas tudat, és ez a tudat lehetővé tette ilyen építéseket végezni, ami mai napig nem tudják másolni. Főleg gépek nélkül nem tudnak csinálni. És akkor mi itt Vrindávanban vagyunk, igen, ez is egy nagyon híres szent hely, Madan Mohan, ez a neve. Ide nagyon sok ember jön, 500 éves ez a templom. Na most ez a Vrindávan, amelyiket, ahol tartok most, az azért különleges, mert ahogy mondtam, hogy le van írva, hogy milyen helyek vannak Indiában, és van hierarchia, sorrend. Hogy ez egy nagyon jó hely, aki oda egyszer elmegy, akkor megszabadul mindenféle bűntől, és felemelkedik a szenvedés óceánon fölött. De hogyha valaki erre helyre megy, akkor le van írva, hogy milyen áldásokat kap. És akkor így fel vannak sorolva, és akkor mondja, de a legerősebb hely, ez a Vrindávan. Szóval ez a város, ami nem olyan nagy, eléggé kis város, de képzeljünk el, ebben a városban 5000 templom van. Hát ez minden utcában egy templom van. És ilyen picikből hatalmas templomik vannak. Igen, ez, akkor itt van, egy folyó van, itt nem látszik most, de ez a templom mellett, nem, túloldalon megy a folyó, Yamuna, és akkor itt van egy nagyon csodálatos templom, ez egy tó, nem tudom, lesz még ebből a tóból képek, de már voltak ott mérni a tónak a mélységét, és nem mérhető. Ez egy ilyen tó, ahol nem lehet tudni, hogy milyen mély. Senki nem tudta még lemérni. Nem volt jelenkező, aki mondta, hogy ennyi. És ez is egy nagyon szent hely. És akkor, hogyha fürödnek itt, akkor kapnak áldást. Én itt fürödtem. Nem tudom, vagy itt, vagy ott, de valahol itt. és ezért a kapcsolat Istennel ez a harmónia. Ezért ott nem, ők úgy tanulják, hogy nem lehet egy saját életet élni és építeni, és majd akkor ez lesz harmonikus, kiegyensúlyozott és boldog. És majd van valahol Isten. Ezt tudják, hogy ez nem működik, mert Isten a mi életünknek a része. És ezért nekik van ez a reggel mennek templomba, este mennek templomba, a napközben is. Minden boltba, főleg Vrindávanban ott van egy ilyen bazár, loj bazár, meg sok bazár van, ilyen kis boltocskák, és mindenhol van saját oltárok. És mindenkinek, ez Isten az, ami életrészünk. Azért megy a dolog, azért működik egy család, működik a testem, hogyha jól működik, hálás vagyok, hogyha nem működik, akkor imádkozok, de elégedett vagyok, ami van, és nagyon boldog. Szóval ez a érték megint, amit szeretnék mondani a Indiába kultúrába. Ez is egy hatalmas nagy templom. Hát ezt nem is tudom, hát nem félszólnak, de ugyanebben a Vrindávánban, de hatalmas nagy templom. És ez csak egy ilyen minimásolat, mert van egy eredeti templom, Dél-Indiában, ez a Sri Rangam, ahol 7 fal van, ilyen várfal, 7 darab elválasztja, és akkor ott van egy hatalmas még templom, nem tudom ez hány kilométer, négyzetkilométer, és ez egy mini verzió, de szerintem az egész budai vár belefér, budapesti, és csak 5000 templom között ez csak az egyik. Lehet, hogy az a legnagyobb a területként Vrindávánban. És beszéltem a Gangesről, Vrindávánban pedig van Yamuna.
folyó, az is egy szent folyó. Ez is 500 éve ezelőtt volt építve. Megy el, egy kicsit folyó mindig távolodik onnan. Most mikor voltam tavaly előtt voltam utoljára itt, akkor már szerintem ilyen 100 méter mész, és még nincs ott a folyó, így távolodik el. Azt mondják, hogy mivel a világ bűnbe merül jobban, akkor a folyó el fog tönni, mert szent folyó nem tud elviselni bűnöket. Igen. Akkor jó. És mivel megint itt vagyunk Vrindávanban, ahogy meséltem a családról, ahol voltam, akkor beszéltem a templomról, ahol esténként jöttem, és láttam ezt a... ott, hát egy csapat délután már eljön, leülnek egy ilyen helyen, és akkor ők énekelnek, Isten dicsétenek. Hát ez a csapat, ez mondjuk 40-30 fő. Lelkesen. Bárki, aki akarja, oda csatlakozik, aki akarja, elmegy, és ők órákig. A többiek jönnek, ilyen kis, kicsit nagyobb, mint ez a terem templomszoba, és oltár nyitás, mert ott oltár óráként, bizonyos órák szerint nyílik, és akkor nagyon várnak, mintha még sose voltak, ahogy mondtam, nagyon szépen kiöltözve, nagyon elegánsan, és mikor nyílik, akkor mint gyerekek. Felnőtt emberek, mint gyerekek, boldogok. És mikor látsz ezt a természetes kapcsolat, mikor már a szívedben van ez a kapcsolat Istennel, akkor így értesz, hogy aha, hogy ez, ami lehet, hogy hiányzik, mert ez a vásárlási roham, most, ami most karácsony történik, karácsonykor, ki karácsony után tud mondani másnap, na most végig boldog lettem végre. Nem, mert nincs kapcsolat se Jézussal, se Istennel, senkivel. De ott karácsony minden nap igazi nekik, minden este. Szent estéjük van minden este. Szóval nagyon jó, nagyon sok ünnepük van. Nagyon vidámok, ugyanakkor ott nem keltenek Isten félelmet. Ott nem erről szól. Istent szeretni kell, legrosszabb esetben hálás kell lenni. De félni Istentől is azért, mert félek, meg bűn lesz, mert bűnös vagyok, mert bűnben leszek, mert azért kell csinálnom, az ott nincs. Mert képzeljenek el, hogy a mi gyerekünk mindig szomorok, és akkor mindig úgy jönnek, apa, anya, adok neked csak azért, hogy ne bántsatok, mert másképp fogtok bántani, és akkor olyan gyereket ki akar látni. Nem, a gyereket akarunk, hogyha valamit adja apának, anyának, ez boldogan, hogy apa, nézd, ezt szeretnénk veled megosztani, vagy anya. Ez normális. Istennel ugyanúgy, ő a főatyánk, és akkor ott ez a kapcsolat vele, nagyon vidám, nagyon boldog, ő van sok fesztivál. Hát ott szerintem majdnem minden nap van egy fesztivál, de vannak ilyen jelentőséges, vannak úgy hívják holi, ez már híres, egész világban már tele van képekkel, fotókkal, mindenhol, ahol nagyon szép ilyen színes festékkel dobálóznak, akár itt pont templom belül látják. Van egy ilyen fesztivál, aztán nem tudom, hogy hány hónapig takarítják színes port, nem vegyszerek, nem tudom, itt Magyarországon hol lehet venni nem vegyszeres valami színes port, de tudom, hogy Budapesten, szép kis Indiában van egy kis bolt. Szóval nagyon lelkesen élnek a világot, és mindig megünnepelnek Istent, és ezeknek most nem megyek bele idő miatt a történetbe, de van történet, hogy miért ez a festék dobálás van, de ez is egy ilyen nagyon vidám fesztivál program, vagy akár valamikor a végén már öntenek folyékony festéket. Egyszer voltam, bekerültem én is, akkor képzelnek el, egész városba megy. És akkor annyi ember, hogy és akkor mennek egy irányba, és akkor mondjuk egy ilyen út széles, mint ez a terem, és nekem szembe kellett menni. És csak 500 méter, nem tudom hány órán keresztül kellett mennem, olyan sűrű a tömeg szembe,
mint a folyósodrás, hogy egyszerűen nem tudom hány órát kellett menni, pár száz métert. Nagyon sokan, és akkor mindenki dobálja a festéket egymásra. Hát nekem nem sokára már kellett repülni Magyarországra, én nem akartam zöld, piros, lila lenni. Akkor egy ilyen kendővel, mint a arab, csak a szemem volt kint, be voltam tekerve, ezért nem lettem festékes. Igen, és végül ahonnan ezt tudom én, ezeket a dolgokat, hát a Vrindávánban, ahol visszatérünk, itt is van a mi központjaink is, ez egy központ, csak többféle képen meg van csinálva, és ezt a ismertetés ezzel a kultúrával, ez Indiában nem lehet úgy elmesélni. Hogyha valaki, amit most itt elmeséltem, az, ha valaki elmondja holnap Indiába, azt nem fog hallani. Ez vagy akkor nagyon kell kutatni, a 10-20-30 évig, akkor összeszedi ezt, amit most egy óra alatt elmeséltem. Nekünk nyugatra elhozta egy személy, egy szentember, Srila Prabhupát, aki itt élt Vrindávánban néhány évig, és ő ebbe kultúrában nőtt, és ő hozta 65-ben nyugati világra ezt az értéket, hogy Indiának az igazi értékét. Nem pont az az érték, ami sok-sok, ugyanakkor nagyon sok helyen India tűnik el, mint India, mert nagyon követi a nyugatot. Na, ezt lehet látni, és így degradál, és valahol már a családok kezdenek elveszíteni ezeket az értékeket, amit meséltem, de még szerencsére sok helyen még ott tapasztalható, amiket meséltem. Mi próbáljunk Indiát elhozni Magyarországra. Ki hallotta Krisna völgyről? Időjárást még nem sikerült elhoznunk, de mit hozzunk mi onnan? Mi próbáljunk elhozni ezeket az értékrendeket, és ugyanúgy próbáljunk építeni a saját életünket, amit ott hallottunk, láttunk, tanultunk, sőt, könyveket is olvasunk, tanulmányozunk, és próbálunk, ugye a Krisna völgy, az a Somogy Vámos mellett van, aki volt, azt ismeri. Ilyen jó néz ki a madár távolatról, és itt is központban van a templom. Nincsen 5000 templomunk egyelőre még. Vannak sok szent helyek, de van egy fő templomunk, és Krisna völgy lehet látni, körbeépül, mert Isten centrikus próbáljunk lenni, és akkor ugyanúgy ezt a szeretetet gyakorolni, és van nekünk is oltár, ahol szoktunk többféle felajánlásokat készíteni az Úrnak, meditálni, gyakorolni, tanulni, vendégeket fogadni. Oké. Okay. Csodálatosan belefértünk, még van idő kérdésekre. Esetleg valakinek felmerült valamilyen kérdés. Rendben. Akkor nekem van egy kérdésem. Érthetően meséltem, hogy lehetett követni? Nem volt ilyen kínai? Nem, indiai volt. Jó, rendben. Jó, hogyha nincsen több kérdést, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon kedvesek, hogy ennyi türelmesen ebben nagy melegben hallgatták. Azért erre is kell fegyelmezni, saját magukkal türelmes lenni, és remélem, hogy még sokszor találkozunk, és mindenkinek kívánok, hogy az a belső értékrend, az belső elégedettség, az mindig legyen meg. Köszönöm szépen. Hare Krishna.